A Schwab-ház Székelyszabar központjában található. A helyi német önkormányzat 3,6 millió forintért vásárolta meg az ingatlant, mely a korra jellemző hosszú ház, nagy kapu bejáróval, az utcai részén több szobával. A kor szokásának megfelelően a gazdasági épületek a lakóterület meghosszabbításaként kaptak helyet. Több család is lakott itt, a Krémer, a Weber, az Eller család, és a legvégén a Müller családtól vettük meg, és onnan újítottuk föl. Azt kell tudni, az épületről egy tipikus Langhaus, hosszú ház, 50 méter hosszú ház. Igazából egy tehetősebb schwab paraszt családé volt, akinek földjeik voltak, állataik is voltak, úgyhogy, és ezt mi kinéztük akkoriban magunknak, és örülünk, hogy ezt meg tudtuk valósítani. Az épület helyiségeiben az igényesen összerendezett bútorok, használati eszközök, ruhák a székelyszabari németség életét mutatják be. Minden helyiségben próbáltuk úgy megtervezni, hogy mindenhol legyen valami olyan elem, ami máshol nincs. Mit tudom, megnyomunk egy gombot, akkor elmondja a szobáról, mondjuk a tiszta szobának a történetét, vagy a sima szoba történetét, vagy van egy ládánk, ahol a kitelepítésről hallunk egy verset, vagy tablettek vannak több helyen, ahol a gyerekek játszani tudnak. A beruházás keretében, mely kormányzati támogatásból és önerőből valósult meg, interaktív kiállítás és egy tanösvény is készült. A turisztikai látványosságot a tavalyi átadó óta 50 csoport látogatta már meg.